Köszöntöm a Cigádor magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok, mutatom röviden, mit kínálunk a mai műsorban. Megkezdődött a piactér átépítése. A madéfalvi megtorlásra emlékeztek. Az elfekvő értékeket is keresik a bátaszéki értéktárban. Évfordulóra készülnek a tűzoltók. A piactér eddig is több funkciós feladatokat látott el, a kereskedelmi tevékenység mellett ez a város nagy rendezvényeinek helyszíne is. A következő napok nagy átalakulást hoznak, hiszen megépül az a kiszolgáló egység, mely a kor előírásainak megfelelően szolgálja majd a piacozók és a szórakozni vágyók érdekeit is. A színben kellett egyeztetni, anyagminőségben kellett egyeztetni, hogy harmonizál a templomnak a színével és minden egyéb ilyen dologgal. A piactér felújításának buktatóiról beszél Bozsolik Róbert polgármester. Ezek a földkupacok azt is jelzik, megkezdődött Bátaszék belvárosának egyik legjelentősebb fejlesztése, a piactér átépítése. A történelmi környezet miatt szigorú előírásoknak kell megfelelni a beruházás során. Körülbelül idáig volt eddig térburkolattal ellátva. Csak most teljesen elmegyünk hátra a kerítésnek a végig, a ki is van szedve. Mutatja a tervezett Bozsolik Róbert. A beruházás összköltsége meghaladja a 148 millió forintot. A kezdeti tervezéskor a teljes költség 102 millió forintos költségvetéssel bírt, de az árak azóta rohamosan nőttek, így a városnak is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia a megvalósulás érdekében. Az utolsó akadály is olyan értelemben elhárult a piacberuházásunk elől, hogy a tavalyi esztendő végén megkaptuk a hivatalos értesítést, és mintegy 12 millió forint támogatás kiegészítésbe részesült ez a beruházás. Hát sajnos ez az összeg nem fedi a teljes költséget, hiszen a kezdetekkor ez a beruházás még mintegy 102 millió forintos főösszeggel indult, ami most már 148 millió forintra rúg. Így az önkormányzatunk által vállalt 20 millió forintos önerő most már 52 millió forintra növekedett, de a képviselőtestület végül is olyan döntést hozott, hogy megkívánja valósítani ezt a beruházást, meg fontosnak tartja, hiszen a piactér a város központjában található. A beruházás kapcsán nem csak a térburkolat újul meg, hanem egy több funkciót is ellátó épületegyüttes is épül majd. A beruházás keretében egy korszerű, modern térburkolati felület fog kialakulni, tehát a mögött már látszik is az építkezésnek a fázisai. Parkolókat fogunk kiépíteni, és egy foghitelek megvásárlásával egy piaci épület is meg fog valósulni az elkövetkezendő időszakban. Emellett modern, mobil piactéri bútorzatot, egyéb utcai bútorzatokat fogunk elhelyezni, biztonságra is fogunk ügyelni, hiszen kamerarendszert fogunk felhelyezni, illetve hát a növényesítés is egy fontos feladat, faj telepítésekre is sor fog kerülni. Ezek a munkálatok igen gyorsan fognak lezajlani, hiszen, ahogy említettem, decemberben hatályba léptettük a kivitelezővel megkötött szerződésünket, és hát magának a projektnek 2023. június 30-áig már le is kell zárulnia. Így hát az elkövetkezendő 4-5 hónapban nagyon komoly építési munkák fognak ezen a területen zajlani, és bízunk benne, hogy a nyárvégi rendezvényeket már egy megújult, több funkciós piac, illetve városi rendezvények tartásra alkalmas területen tudjuk majd lebonyolítani. Az volt a cél a beruházás kapcsán, hogy egyrészt korszerűsítsük a bátaszékiek számára a piactéri feltételeket, másrészt bővítsük és korszerűsítsük azt a teret, ami egyébként rendezvénytérként is funkcionál. Ezt a kettősséget szerettük volna ebben a pályázatban elérni, reményeink szerint sikerülni is fog, és hát tényleg egy korszerű, megújult városközpontunk is lesz a beruházás által. Alapvetően egy olyan épület kerül megépítésre egy foghitelken, ami egy igen komoly és 21. századi vizes blokkot is magába fog foglalni. Ez egyrészt kiszolgálja a piacközönséget, de ki tudja szolgálni a rendezvényre ide látogatókat is. Illetve annak lesz egy olyan helyiség, ami szintén több funkciós, alapvetően piaci napokon a piac feladataihoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat tudja ellátni. Rendezvények tekintetében pedig egy rendezvényközponti szerepkört is el tud látni. Azt gondolom, így tudtunk két legyet ütni egy csapásra. A piac elkészülte után az árusoknak nem kell a jelenleginél magasabb költségekkel számolni, mondja Bozsolik Róbert. Nem volt cél a piaci árak megemelése, sokkal inkább a feltételrendszer korszerűsítése, mint a piac, mint a városi nagy rendezvények esetében.
259 évvel ezelőtt törtek rá a madéfalvi székelyekre a bécsi csapatok, és engedetlenségük megtorlásaként ágyukkal lőtték őket. Többen menekülni kezdtek, és ezzel megalakult a bukovinai székelyek csoportja. Így lett január 7-e a székelygyilkosság napja, és egyben a bukovinai székelyek születésnapja is. Erre emlékeztek Bátaszéken. A madéfalvi veszedelem áldozatainak ajánlották a január 7-i Szentmisét Bátaszéken, hiszen 259 évvel ezelőtt éppen ezen a napon indult tömeggyilkosság a székelyek egy csoportja ellen. 259 évvel és egy nappal ezelőtt még nem gondolta a világ, de madéfalva lakói és az ott egybegyűlt emberek végképp nem gondolták, hogy 24 órán belül teljesen felfordul majd minden körülöttük. A békéből békétlenség, a békés együttélésből menekülés, vérengzés lesz, és tulajdonképpen minden megváltozik körülöttük, ami eddig normálisnak mondható volt. Sajnos ez a 259 év, nem tudom, hogy tanított-e az emberiséget valamire, hiszen ha most belenézünk a világba, akkor egy szikra elegendő, hogy nézeteltérésekből, ideológiai különbségekből háború legyen, békétlenség legyen, menekülés legyen, vérengzések legyenek. Egy valami biztos, hogy állandó tud lenni, hogyha az ember hite megmarad abban, hogy ezt a békét nem szabad teljesen elengedni, hiszen csak rajtunk embereken múlik, hogy mikor és hogy valósul meg ez a béke. A székelyek ellenálltak a bécsi udvar parancsának, ezért báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak madéfalva megtámadására, ahol a székelyek vezetői találkoztak. A támadásban mintegy 200 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. A mészárlás és az erőszakos katonasorozás következtében kezdődött meg a székelyek kivándorlása. De hogy mégiscsak legyen egy üzenete ennek a 259 évnek, hiszen akkor egy nagyon szomorú, tragikus körülmény volt, és egy tragikus történet, de mégis egy új népcsoport született akkor, azokban a napokban, és ezek a bukovinai székelyek. Ha ez nem lett volna, akkor valóban akkor a bukovinai székelység nem születik meg, hiszen akkor mindenki ott marad békében és nyugalomban, és nem tudjuk, hogy ez a több mint negyed évezred, ez amúgy hogy telt volna el. Most így van mire emlékezni, vannak tragikus, szomorú dolgok, de ha az ember akarja, akkor minden mögött meg tudja látni a szépséget és a jó dolgot is. 1899-ben Csík Mádéfalván hatalmas kőoszlopot állítottak az áldozatok emlékére. A kőpiramis alján egy táblán a Sikulicidium szó olvasható, aminek jelentése székelygyilkosság, de a szó betűinek római számértékét megnézzük, 1764 jön ki, vagyis a mádéfalvi veszedelem esztendeje. Ahogy közeledünk ehhez az évfordulóhoz, akkor mindig bennünk van, hiszen kezdődik az év, akkor tudjuk, hogy ezzel az évvel nekünk kezdődik egy új egyesületi év. Mindig ehhez az emléknaphoz köthetően történik meg a szövetségnek a közgyűlése is, ami holnapi nap folyamán lesz, és azt gondolom, hogy itt épül föl a szövetségnek, az egyesületeknek az egész éves programsorozata. Mindenképpen tervben van, hogy 23-as év végére pontot tegyünk az építkezés végére, tehát amik még félkész állapotban vannak, amik még egyenlőre csak tervben voltak, nagyon bízok benne, hogy a 23-as év végére minden el tud készülni, tetőtérben a szállások kialakítása, hátul egy ilyen kis rendezvényhez ilyen előkészülő terület, amit disznóvágáskor például tudunk használni. De ha az egyesület életét veszem, akkor azt gondolom, hogy a sarokpontok azok mindig megvannak, azok nem fognak változni. Hogy ekköré milyen plusz dolgokat tudunk tenni, az sajnos most a körülményektől nagyon függ, hiszen minden drágult, minden egyenlőre negatív irányba változott, de hát bízzunk benne, hogy ez nem tarthat örökké, és meg tudjuk tartani azokat a dolgokat, amiket mindig is célul tűztünk ki. Maroknyi széken, orrik, mint a szikla, népek harcának,
én nem hiszek teljes egészében abban, hogy mindig visszafelé kell tekinteni. Természetesen az a mondás, hogyha valaki nem ismeri a múltját, akkor nincs jelene, és a jövője sem igazából stabil és biztos. De azt gondolom, hogy legalább annyit kell a jövőbe is előre tekinteni, mint amennyit mindig hátrafelé teszünk, de inkább többet. Egyre inkább többet kell gondolni az utánpótlásra, és kell arra gondolni, hogy még ez a népcsoport egy-két generációt biztosan meg tudjon maradni, természetesen úgy, ahogy eddig is volt itt Bátaszéken, hogy kéz kezet fogva a másik és a többi népcsoporttal teljesen békében. Fejünk az ágyaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, eddig A Városi Értéktárbizottság tevékenységéről számolt be az utolsó önkormányzati ülésen. Az év során a legnagyobb eredmény a dolinai harang megtalálása és kiállítása volt. A jövőre nézve a bizottság abban bízik, hogy előkerül több olyan relikvia is, mely tovább bővíti a városi értékek tárát. Áldjon és szentelje meg a harangot és haranglábat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kürtösi Krisztián Bátaszék egykori plébánosa áldotta meg az újra felállított dolinai harangot. Ez volt a Bátaszéki Értéktárbizottság számára az elmúlt esztendő legnagyobb eseménye. Ez nekünk egy nagyon fontos dolog volt, mégpedig azért, és ezt most a könyvtár életében még különösen kiemelem, mert ugye az a megtiszteltetését bennünket, hogy hónapokon keresztül a könyvtár kirakatában volt látható mindaddig, amíg szeptemberben maga a harangláb ugye felszentelésre nem került, és így a harang ma már itt van kint az épület előtt. Nem csak a harang, de Dolina, Bátaszék egykori városrészének története is része az értéktárnak. Van is erről nyilván egy kiállításunk, amit pár évvel ezelőtt a számvevőség épületében bemutattunk. Ez azóta is látható, most viszont azt tudni kell, hogy az épület maga kívülről renoválásra került, egy csodaszép külső megjelenése van, viszont belülről idén nekünk ebben a 23-as évben nagyon sok munkánk lesz, mert a kiállítást vissza kell rakni, ugye itt minden le lett szedve, el lett pakolva, új tematikát kell felépítsünk, pontosan azért, hogy egy kicsit ez az egész kiállítás felfrissüljön. Ugye a Dr. Herman Egyet kiállítás az egy állandó kiállítás, és tervezzük idén azt, hogy a Bertók Dezső hagyaték, amilyen már szintén két éve lassan harmadik éve dolgozunk, a Bertók Dezső hagyaték is bekerüljön a számvevőség épületében. Várhatóan a terület be tudja fogadni ezt az úgynevezett Bertók Dezső hagyatékot, és az Értéktár Bizottság kiállítása is vissza tud kerülni a helyére. Bátaszék Értéktárbizottsága volt az első, akit a megyei értéktárbizottság kitüntetett azért az áldozatkész gyűjtő munkáért, melyel lajstromba vették a helyben felelhető helyi ritkaságokat, különlegességeket. Ennek azonban az az eredménye, hogy ma már nehéz bővíteni a gyűjteményt. Összes felvitt érték eddig mind a könyvtárban került felvitelre az akkori kollégákkal. Nyilván az Értéktárbizottság egy háromfős bizottság, de mindenkinek megvan ebben a maga részfeladata, és ezt úgy összehangolni, hogy abból egy kimagasló teljesítmény jöjjön ki, ez tény és való, hogy a 22-es évben nem valósult meg, mégpedig pontosan azért, mert már az igazán nagy értékek azok felvitelre kerültek. Tehát, hogy úgy mondjam, kiaváztuk mindazt, amivel már érdemben határozottan és mutatósan lehetett dolgozni. Most jön az a feladat, ami látszólag egy ilyen kicsit aprólékos és sziszifuszi munka, mert ugye most össze kell szedegetni mindazokat, amik még úgynevezett rejtett értékeink. Tehát a település számára jelen vannak, ott vannak az életében, de ezeket elő kell keresgélni. Ugye már többször említettem, hogy mindig kérjük a lakosság segítségét, hogyha tud ilyenről. Van neki, ami úgy érzi, hogy számára fontos a környezetének, és most a környezete alatt nyilván Bátaszék települését értem, akkor jelezze felénk, mert azért a mi figyelmünket is sok minden el tudja kerülni. Jó lenne, hogyha tényleg ezt így jeleznék felénk. Elég, hogyha küld nekünk egy üzenetet, vagy bedobja a postaládába, hogy akár címszó, vagy például most mögöttem látható egy nagyon szép csengettyű kiállítás. Ez is egy érték. Tehát, hogy vannak itt a helyi emberek tulajdonában olyan apró és gyönyörű szép dolgok, amik ritkaság számba mennek. Például ez a csengettyű gyűjtemény, mert nem hiszem, hogy minden ötödik ember vagy
századik ember csengettyűt gyűjt. Tehát ez a, és ez ráadásul már másodszor látható nálunk, közel 20 évvel ezelőtt már volt. Most azért el tudjuk képzelni, hogy ennyi év alatt ez milyen csodálatos nagy gyűjteménye tudott kibővülni. És másnak is van ilyen, egy csomó mindene van. Van, aki Mikulásokat gyűjt, mert tudunk róla csak. Ugye most volt ez az eltelt időszak, kénytelenek voltunk egy kicsit átszervezni. A helyi értékek bemutatásában a könyvtár a maga módján tud segíteni, úgy, hogy működteti a mini galériáját. Például csokoládépapírt is állítottunk már, és nem hinni az ember, mert csoki papír, jaj, az olyan snasz dolog, nem snasz dolog. Tehát amikor van több száz darab is már, most azért gondoljunk arra, hogy olyan csokoládépapírok vannak annak a tulajdonában, aki ez a gyűjtemény, ami már nem is létezik, de ott van, nyoma van. Tehát ebben ezt kell látni. És akkor ugye most beszélhetünk erről az évről, itt azért lesznek évfordulók. Tudjuk, hogy idén a tűzoltóság évfordulós, a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal is évfordulós lesz. Tehát ez ügyben már hál' Istennek kerestek is meg bennünket, kérnek anyagot. A vasútvonallal kapcsolatban is, ott is vannak, ugye nyilván a helytörténetben van nekünk könyvek, amik megjelentek róla, de azért itt megint arra kellene gondolni, hogy most meg kell szólítani a lakosságot pontosan azért, hogy akinek van a tulajdonában régi fotó, bármiféle apró kis, akár egy, mondjuk a vasúttal kapcsolatban egy jelzőtárcsa, vagy bármi, ami már olyan ütött kopott, hogy lehet, hogy más már rég kidobta volna szemétre, de azt kell meglátni benne, hogy ebbe ez a csoda. Mert ezek, ha nem vigyázunk rájuk, és nem szedjük őket össze egy helyre, ezek szépen lassan úgy el fognak tűnni, hogy utána már hiába keresgéljük. A tűzoltók már nagyban készülnek az évfordulóra, és ahogy hallottuk, a Bátaszék életében meghatározó vasút is fontos évfordulóra készül. A megújult számvevőszék épülete pedig olyan helytörténeti gyűjtemény helye lehet, melyben büszkén mutathatják meg értékeiket a bátaszékiek. A Tolna megyei tűzoltó egyesületek sorában az egyik legrégebbi a bátaszéki. Az idei esztendő különleges lesz az életükben, hiszen létrehozásuk 140. évfordulójának megünneplésére készülnek. A szervezet az elmúlt évek során jelentős külkapcsolatokat épített ki, melyeket nagy idafigyeléssel ápolnak. Az idei Flórián nap kiemelkedő lesz a tűzoltók életében, hiszen nagyszabású programmal készülnek az ünnepre. Ez egy tűzoltó szekerce, ami minden egyes tűzoltónak minden mai napig alapfelszereltsége. Ez nagy segítséget nyújt bejutásnál, ajtónyitásnál, tetőbontásnál. Tehát ez alapfelszereltség mind a mai napig minden egyes tűzoltónál, csak egy modernebb változatában. Illi József, a bátaszéki önkéntes tűzoltóság parancsnoka büszke arra a gyűjteményre, mely történetük emlékeit mutatja be. A mini galéria sokkal inkább szól a tűzoltóknak, hiszen nap mint nap rápillanthatnak az elődök sikereire, és teheti őket büszkévé. Mindez idén különleges értelmet nyer, hiszen évfordulóját ünnepli a helyi tűzoltóság. A egyesületünk idén fogja ünnepelni 140 éves évfordulóját, ezt előreláthatólag májusban szeretnénk megünnepelni, Flórián nappal egybekötve. Nagy-nagy hagyománya van ennek is. Tehát a Kossuth utcában el van helyezve egy Flórián, szóval ezt minden évben meg is koszorozzuk Flórián nap alkalmából. Most a kettő vagy harmadik éve itt a szertárunk előtt is van, hál' Istennek, a méltó helyén itt a tűzoltók között. Maga ez a 140 éves évforduló mind a helyi egyesületek között is, meg megyei szinten is, ez nagyon kimagasló, nem sok egyesület mondhatja ezt el magáról. Tűzolt egyesületek között is, akik előttünk létesültek, az a Tamási, Szekszárd, meg a Paksi egyesületek, ők már idén 150 évesek lesznek. Annak idején ez a 140 évvel ezelőtti egyesületnek a létrehozása apropója volt, hogy nagyon-nagyon sok káresemény volt itt Bátaszéken. És az egyik sajtócikkben megjelent az akkori újságban, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És ezek után bátaszéki lakosok úgy döntöttek, hogy szeretnének egy olyan egyesületet látni itt Bátaszéken, akinek a zászlajára az van írva, hogy Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. És akkor ezt meg is alakították. Akkoriban 10 forinttal járultak hozzá az alapító tagok, járművük, meg egyebek, hát még a lovasfogat volt a akkori időben a tűzoltó fecskendő. Sőt, még a 1893-ban is még a
aki fogadhajtó először ért be a szertába, az még 2 forint jutalmat is kapott, tehát ilyen összegekből kellett akkoriban egy tűzoltó alakulatnak működnie. A rendszerváltás idején volt egy szervezeti megbomlás a bátaszéki tűzoltóság életében, majd jött 1992, amikor jelenlegi formájában újjáalakult az egyesület. Akkor Tresner József és Péter Jóska bácsi újra szervezte. Péter Jóska bácsi, mint elnök, Tresner József, mint parancsnok. Hál' Istennek Tresner József az még a mai napig is itt közöttünk tűzoltó, a 63. életévét tölti, és még mindig aktív vonuló tűzoltó is közöttünk. Nagyon nagy segítséget nyújt, hál' Istennek. Az évfordulóra történő megemlékezést a tűzoltók védőszentjének napjára tervezik. Flórián napra szeretnénk tenni, hát mindenképpen egy szentmisével fogjuk indítani a napot. Ezen szeretnénk, ha jelenlennek a testvérvárosaink is. A helyi tűzoltóvezetők lesznek jelen, egyértelműen tűzoltók is családjai. Szeretnénk meghívni a környező tűzoltóságokat, és szeretnénk egy tűzoltóautó felvonulást is, kicsit bevonni a lakosságot is, hogy lássák, hogy is működünk mi akár egy nyitott szertárral aznap, mert ennek is nagy sikere szokott lenni múzeumok éjszakáján is, úgyhogy nagy valószínűséggel ezt Flórián nap alkalmában meg fogjuk ismételni. Ilyenkor sok új ötletet kapunk a környező tűzoltóságoktól, testvértelepülésöktől is, meg kicsit jobban érezzük, hogy igenis szükségünk van ránk, tehát a működésünk terén. A tűzoltók sokat vannak távol a családtól, és éppen ezért fontos, hogy időről időre olyan rendezvényeket szervezzenek, amikor a háttérország tagjai, feleségek, gyerekek is betekinthessenek a mindennapokat jelentő laktanya életébe. Valamikor ezt meg kell nekünk köszönni, hogy érezzék, belelássanak a mi életünkbe is a családtagjaik, tehát szoktunk évente többször is ilyen rendezvényeket összehozni. A mi állandó rendezvényünk az pünköskor szokott egy családi nap lenni, ahol gyerekekkel, családtagjainkkal közösen itt főzünk egy finomat, kötetlen beszélgetéseken veszünk részt. Ugyanez év végén most is volt egy 30-án, amikor hál' Istennek olyan több mint 50-en vettünk részt rajta. Az egyik vállalkozó, az helyi vállalkozó felajánlott nekünk egy sert, és ezt 29-én itt közösen feldolgoztuk, 30-án meg a nagy részét elfogyasztottuk. A helyi egyesületi jelentős külkapcsolatokat alakított ki az évek során, és nagy odafigyeléssel ápolják ezeket a baráti szálakat. A testvérvárosaink szempontjából Ditró, Nagycsalló, Bézikheim, tehát ezeken nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk, hál' Istennek. Nagyon sok olyan tanulunk tőlük is, amik náluk szokás, náluk is megvannak a hagyományai ezeknek az egyesületi életformáknak, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk tőlük, mind a németektől, nagyon sok felszerelést is kaptunk tőlük, tudtuk hasznosítani ezt a gépkocsijainkon, akár riasztás terén is személyhívó rendszert kaptunk tőlük, amik már sajnos lecserélésre került a modernizálás során, de hatalmas segítség volt ez nekünk. A testvérvárosok tűzoltó delegációi is várhatóan jelen lesznek a Flórián napi ünnepségen. A tűzoltók arra készülnek, a 140 éves évfordulót méltóképpen ünneplik majd meg, fejet hajtva az elődök előtt, és megerősítve az egyébként is jó viszonyt a város lakosságával. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!